Anyukák, apukák, gyerekek, idősek és fiatalok is elmentek a felújított védőnői szolgálat épületének átadójára Aparhanton. Svejcerné Apáti Marian harmadik gyermekével járt ide tanácsadásra. Mi itt élünk 2017 óta, úgyhogy már nagyon vártuk, hogy legyen egy kis felújítás, már nagyon kellett. Nagyon örülünk neki, hogy ez létrejött, így biztonságos, boldog, tiszta környezetben tudhatjuk a gyermekeinket, ha jövünk tanácsadásra. Örülünk nagyon. Tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. 30 év alatt azért az épület állaga romlott, úgyhogy volt lehetőségünk pályázni a Belügyminisztériumhoz önkormányzati fejlesztések című pályázati kiírásra. A projekt összköltsége 25 millió 750 ezer forint volt, a támogatottság mértéke 95%-os volt. A visszamaradó 1 millió 250 ezer forintot az önkormányzat önerőből biztosította a költségvetésében. A beruházás eredménye, hogy az épület teljesen felújult, úgyhogy hőszigetelés, tetőcsere, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés történt, emellett a védőnök számára új bútorok és bemutató eszközök is beszerzésre kerültek. Nekem nagyon nagy szívügyem volt, úgyhogy nagyon örülök neki. Ez szerintem a legfontosabb, hogy a kicsiket jó helyen tudják gondozni. Igazából azért ezt a célt is tartottuk jónak, mert itt 5%-os önerőt kellett biztosítanunk, a többi pályázati cél esetében 10 vagy 15%-ot kellett, így kedvező feltétel is volt, és egyértelmű is volt, hogy ezt az épületet fel kell újítanunk. Horvátné Dimén Vivien az intézmény vezető védőnője, épigyesen van kislányával. Tervei szerint januárban tér vissza a munkavilágába. Nem így nézett ki, amikor én eljöttem. Nagyon szép lett, és öröm lesz itt dolgozni, hogyha visszajövök. És nagyon hálás vagyok a polgármesterasszonynak, hogy ezt is sikerült összehozni. És nagyon várom már, hogy újra jöjjek. És várjam az anyukákat, meg a kisgyermekeket. Mind eszközben nagyon elavultak voltak a régiek, illetve belül is a tanácsadó minden régi volt, és most nagyon szép lett. És nagyon örülök, hogy ilyen modern eszközök segítségével tarthatom majd a védőnői tanácsadásokat. És nagyon várom már. Rengeteg tervünk van, utak, járdák felújítása, nagyon szeretnénk a művelődési házat felújítani, illetve a sportöltözőnket és az iskolai konyhát is. Ezekre mind pályázatot nyújtottunk be. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, kevés olyan ország van, ahol ilyen vagy ehhez hasonló intézményrendszer működik. Nem csak a születésük pillanatától, hanem azt megelőzően már gyakorlatilag ott van minden fontosabb eseménynél, illetve jó tanácsokkal és egyéb vizsgálatokkal szolgálja az újszülötteknek, a csecsemőknek, a kisgyerekeknek és az édesanyáknak, elsősorban az édesanyáknak az egészségük védelmét. És ezért nagyon fontos az, hogy minden olyan településen, ahol sok a fiatal, illetve ami körzetközpontnak számít, ott legyenek a védőnői szolgálatok. A védőnői szolgálat egyébként, hogyha mondhatjuk ezt, egy hungarikum. Nagyon kevés helyen tudok én hasonló intézményről. Most a Kárpát-medencében próbáljuk az utódállamok területén, az elcsatolt részeken is kialakítani ezt. Vajdaságban többé-kevésbé már megteremtődött. Most Erdélyben próbáljuk hasonló módon megszervezni a segítséget az anyukáknak, illetve a kisgyerekeknek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos intézményről van szó, mert sok anyuka egyébként nem nagyon tudja, hogy mit kell tenni az újszülöttekkel, illetve nem a hagyományos családi modell van már, ami mondjuk 50-100 évvel ezelőtt volt, hogy a nagyszülők mindjárt ott vannak és tudnak segíteni, illetve a nagyobb gyerekek, hiszen régen 8-10 gyerek is volt, és akkor ott már a 9. vagy a 11. gyerek az felnevelte a többit, megtudta, hogy mit kell csinálni, és sokszor az anyukák magukra vannak hagyva, és meg is ijednek ettől a felelősségtől és feladattól, és nagyon-nagyon sokat segítenek a védőnök abban, hogy egyáltalán mit tegyenek, hogyan kell ezt csinálni, megmutatják nekik, és jó érzés az anyukáknak is az, hogy valakik odafigyelnek rájuk. A megújult intézmény 3 település, Aparhant, Mucsfa és Nagyvejke kismamáit és babáit szolgálja majd a jövőben.
Az esemény végén Pál József katolikus plébános megáldotta az épületet.